Verset írtam, énekeltem, daloltam a néma csendben. Nem kell már a vers az ének, ma újra csendben élnek. Olvasták a versem a nótát, mely távolra messze szállt. A közelben is hallgatták Lanton éneklő dalát. Így hangzik egy rövid részlet Kovács István Daloltam a néma csendben című költeményéből. Munkássága régóta az Értéktár Bizottság látóterében van, március végén pedig Vajda Elmese ajánlására hivatalosan is része lett a 161 értéket felvonultató Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei értéktárnak. Mint mondták, különleges színfoltja ő az irodalomnak, hiszen az általa képviselt szakrális költészet egyedülálló a térségben. Azért is nagyon különleges, mert nála megjelenik a gyermeki naivitás, és megjelennek azok az értékek, amelyek azért úgy gondolom, hogy pláne itt Mária Pócson körbe kell, hogy fonják az emberek életét. A hit, a család, a szeretet, a szülőföld iránti rajongás, ez mind-mind megjelenik, és ezért is keltette fel a vármegyei érték, tehát érdeklődését már korábban, és kapott is egy elismerő oklevelet, illetve a vármegyei közgyűléstől egy bronzemlékérmet, amelyel mind-mind igyekeztünk elismerni azt a költői munkásságot, amelyet folyamatosan végez. A szegény családból származó, közgazdászként végzett költő most 83 éves, és saját bevallása szerint isteni gondoskodás kísérte egész életében. A szakrális versek iránt már gyerekkorától érdeklődött, később pedig számos elismerő oklevelet és Brassai Sámuel díjat is kapott. Kis példányszámban közel 100 verses kötete jelent meg, és a mai napig aktívan ír. Az első kötetemnek a címe Keresek egy csillagot. Hát az ember néha álmodik, csillagokat keres. Én is kerestem. Az első csillagot megtaláltam, a feleségem Mária Pócsi. Lakos volt, Mária Pócsi születésű. Aztán kerestem tovább a másik csillagot, az pedig a költészet csillaga volt. Azt is megtaláltam, mert megjelentek a könyveim, ismert költő lettem, és a harmadik csillag, amit kerestem és megtaláltam, az a Mária Pócsi bazilikába, a nemzeti kegyhelyben ragyogó Mária csillaga. Kovács István a költészet napján Mária Pócson vehette át hivatalosan a vármegyei értéktárba való felvételről szóló határozatot. Ez a díj nem csak az enyém, ez mindenki. A szülőföldemé, a lakhelyemé, mindenki, az olvasói. Nagyon boldog vagyok. Életemnek talán elmondhatom, ez a legnagyobb díj.